Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretnék boldog születésnapot kívánni. A számok világában sosem voltam jó, ezt megerősíti a környezetem is, de azt határozottan tudom, hogy a 25 előtt van 24, 23, 22, 12 stb. Személyes tapasztalataim alapján engedjétek meg, hogy visszatérek erre az elmúlt 25 évre mozdonyzatők szakszervezete hasonló ivású, mint a VDSZ, csak még nem olyan gyorsan ébredtünk, mint a VDSZ, és mi 90-ben alakultunk önállóvá, de 89-ben már bontogattuk szárnyainkat. És ebben az időszakban, ebben az elmúlt 25 évben sokat dolgoztunk együtt. És elnézést a kifejezésé, és baromi sokat dolgoztunk egymás ellenében is. Én úgy gondolom, hogy én most már csak a jóra emlékszem, Határozottan azt képviselem, hogy a mozdonyvezetők szakszervezete, illetve a VDSZ között egy nagyon jó kapcsolat van. Zoli kitért arra, hogy a vasutas szakszerteken belül ezt a kapcsolatot tovább erősítjük. Én abban reménykedem, hogy a vasutasság érdekében ez a kapcsolat erősödni fog. A Comba államtitkár úr szavai pedig meggyőztek arról, hogy reménykednünk kell, hiszen ha jól értettem szavaiból, változni fog a munkatörvénykönyve. Ha jól értem szavaiból, fontosnak tartja azt, hogy legyen vasutas bérfejlesztés, illetve haladjunk ezen az úton, és ez bíztató számomra. Kicsit visszatérve még a múltra, én azért arra is emlékszem, hogy volt, amikor külön voltunk, de nagyon együtt tudtunk gondolkodni, és ez a 2000 februári időszakra gondolnék, és lehet azt mondani, hogy a sztrájk nem fontos, én úgy gondolom, hogy szakszervet életében eszméletlenül fontos. 2000-ben együtt tudtuk megmutatni két héten át, hogyha kell, hogyha fontos, annak ellenére, hogy különbözőek vagyunk, együtt is tudunk gondolkodni. Őszintén remélem, hogy erre soha többet nem lesz szükség, de ezt a puskaport én azért mindenféleképpen szárazon tartanám. Kedves VDSZ, boldog születésnapot kívánok nektek!